Fujivattyú témában ugye említettük a Fujitsu márkát, de forgalmazói vagytok egy másik márkának is, Gyuri, ez a Fischer. Azért szerintem a magyarországi lakosság már találkozhatott ezzel, sok Német Lajos nagy plakátok vannak szerte az országban. Mi sok ilyet adunk el klímában például. Ez egy jobb ár, vagy hát nem mondom, hogy jobb árértékarányú, de hogy egy kicsit költséghatékonyabb baráti báron menő készülék, meg márka. Mit tudsz mondani akkor a Fischerről? Ugye a Fischer az a saját gyerekünk, hogy mondhatom így, ugye a saját brandünk. A Fischer hőszivattyút azért hoztuk be a piacra, mert szerettünk volna egy költségben hatékonyabb készüléket is piacra dobni, tehát ami olcsóbb, megfizethetőbb azonnak a rétegnek is, aki esetleg nem akar ugye több millió forintot rákölteni ezekre a japán prémium kategóriás készülékekre. Viszont fontos volt, hogy olyan készüléket találjunk, ami ugyanúgy a magyarországi éghajlati viszonyoknak meg tud felelni. Tehát ez a készülék ez tökéletesen alkalmas, ugye ő is mínusz 28-ig garantáltan működőképes. Igen, itt az adattábla, vagy hát ezek a marketing bullet pointok azért fontosak. Jó az energiahatékonysága. Igen, A++-os ő is, tehát ez is nagyon fontos volt, hogy ne egy olyan készüléket találjunk, ami azért olcsó, mert sokkal nagyobb a fogyasztása, hanem ez egy fontos szempont volt. Ugyanúgy melegvízre, fűtésre, hűtésre tudjuk használni. Annyi a különbség, hogy a Fischer termékpalettájában nincs az a beépített tárolós beltéri egység, az a hűtőszekrény típusú beltéri egység, mint a Fujitsunál. Tehát itt, hogyha használati melegvizet szeretnénk gyártani, akkor mindig indirekt külön használati melegvíztartályra lesz majd szükségünk. Így van, így van. Plusz a puffer tartály. Így van, a puffer tartály meg általában ugye mindig kell egy rendszerbe. Azt szoktam javasolni, hogyha felületfűtés van és egy darab központi termosztát, akkor a puffer tartály vagy a hidrováltó az elhagyható, de abban a pillanatban, hogyha megjelenik a több termosztátos rendszer, akkor mindenképpen javasolni szoktuk ennek a puffer tartálynak a beépítését. Persze. Hány év garancia van erre? Ugyanúgy 3 év garancia van, ugyanúgy 1 év karbantartási igényel, amivel kicsivel több ez a készülék, ugye gyárilag beépített wifi szabályzóval érkezik, illetve egy olyan okos otthon vezérlés van még mellé, ami már a Modbus kommunikációs lehetőség is adott. Ezeket tehát így tettétek bele külön a gyártás során? A wifi az a gyártótól jön, az a külön opciós tételű okos otthon vezérlés és egyéb ilyen szabályzati dolog, az pedig egy ilyen saját gyártmányunk. Saját fejlesztés. Igen, tehát eredetileg ugye ezek nagyon egyszerű kis vezérlővel jöttek, beállítottuk rajta a vízhőmérsékleti adatokat, és gyakorlatilag ugye gyártotta az adott hőmérsékletű vizet fűtés-hűtés HMV-re. Az idei évtől már ugye jönnek ezek a wifi szabályzós beltérjegy, ez mind be van építve, tehát ez a listár részét képezi, nem kell külön semmilyen modult vásárolni, ha okos otthonos szeretné használni, ha wifin keresztül szeretné használni, ez mind benne van az árban. Nagyon jó, tehát igen, kompakt kis készülék. Így van. Na nézzünk ennek is bele akkor egy kicsit, mit látunk? Igen, ez egy kicsit ugye más az elrendezése, ahogy látható, mint a Fujitsunak. Ugye itt az alappanel és a vezérlési oldal az itt fölül található. Ugye a kezelőpanel, egy ilyen érintőképernyős kezelőpanel van itt alul, és ez alatt, ez mögött, a érintőképernyős kezelő mögött van a teljesítményszabályzat keringető szivattyú, ami már vízoldalra ugye csatlakozik, ugye az előre is a visszatérő csonkot láthatjuk. Itt bal oldalt van a hűtőköri csatlakozás, ami össze van kötve a kültéri egységemmel, és akkor gyakorlatilag a hőcserélő és minden egyéb más, az pedig itt a panel mögötti részen található ebben a beltéri egységben. Gyárilag van hozzá ugye az a használati melegvíz hőmérséklet érzékelő, ami majd kell a használati melegvízgyártáshoz, és amit már említettem, ez az okos otthon vezérlő is már gyakorlatilag be van építve. Így van. Mekkora a helyigénye ezeknek a gépeknek, kültéri meg beltéri oldalon? Ez hasonló, mint a Fujitsu beltéri oldalon, ahogy látom, de azért jön egy HMV tartály, egy puffer tartály, befér-e mindenhova? Hát a gépészek azt szokták mondani, hogy ha már van 3 négyzetméternyi helyük, annak már nagyon örülnek, de sajnos azt tapasztaljuk egyre többen, hiába van akár 200 négyzetméteres családi ház is, egyre kisebb gépészeti helységeket szánnak az ügyfelek arra, hogy ugye a fűtésrendszerüknek a úgymond szíve ki legyen építve, és annak nagyon, tényleg nagyon kicsi helyekre szokták beépíteni ezeket a készülékeket. Ugye a hűtőközeg miatt alapból kell egy minimális hely, hogy ne legyen akár tűzveszélyes vagy robbanásveszélyes a történet, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy ilyen típusú
fűtésrendszerem, ahol használati melegvíz tartályom van, egy puffer tartály, legyen minimum egy 3-4 négyzetméter, és abban így kényelmesen el tud férni a fűtésszerelő. Persze. Jó, tehát ez volt a Fisher márka bemutató, illetve itt is elmondtuk, hogy kinek ajánljuk, mire jó. Nagyon köszönjük, Gyuri, ez is hasznos volt, informatív volt. Jövünk máskor is, újdonságokat mesélsz majd nekünk. Biztos, hogy mindig lesz, mert ugye ez az a piac, ami szerintem még mindig gyerekcipőben jár, és ugye egyre többen majd most fognak átállni véleményem szerint őszivattyúra, és én mindenkit bátran javaslok is, hogy nyugodtan, tehát nem kell félni tőle. Tényleg ki fogja tudni szolgálni az épületet, csak egy jó szakembert kell találni, aki be is tudja építeni. Jó, erre meg itt vagyunk mi. Így van. Köszönjük szépen. Köszönjük.